Az egyik legfontosabb szervünk a vese. Ezt hangsúlyozzák minden év márciusának második csütörtökén. Megfelelő működése elengedhetetlen egészségünk megőrzésében. Fontos szerepe van ugyanis a víz- és sóháztartás szabályozásában, a vizenet kiválasztásban, ahogy a vérnyomás szabályozásban, vérképzésben és az egészséges csontozat kialakításában is. Világszerte 14. alkalommal szervezték meg március 14-én a Vesevilágnapját. Nyíregyházán ezúttal is a Korzó bevásárlóközpont van. Az esemény idén is új mottót kapott. Minden évben van egy szlogen, és az idén egészséges vesét mindenkinek, tehát idén egy átfogó előadásokat fognak hallani. Tavaly például, mivel március 8-án volt, minden, ugye említette is, hogy minden év március 2. csütörtökén van a Vese világnapja, ezért tavaly a női egészség volt a középpontban, ehhez megfelelően hallhattak előadásokat, idén ez egy átfogó lett. A cél, hogy minél több embernek segítsenek és felhívják a figyelmüket a megelőzésre és a szűrésekre. Utóbbiakra itt is lehetőség volt. Vérnyomás és vércukorméréssel, emellett előadásokkal, személyes tanácsadással, szórólapokkal és más tájékoztató anyagokkal készültek a szervezők. A megelőzés fontosságát hangsúlyozta a televíziónknak nyilatkozó egészségügyi szakember is. A betegségek kezelése az mindig már egy tűzoltás, a legfontosabb a megelőzés lenne azért, hogy minél kevesebben kerüljenek olyan helyzetbe, ami már komoly gyógyszeres vagy akár gépi műszeres kezelést igényel. Tehát fontos a betegségek megelőzésére, így például a cukorbetegség és a hipertónia, amelyeknek a hátterében nagyon jelentős szerepet játszik az életmód, és ez a két betegség, ami a krónikus vesebetegségek legnagyobb részének hátterében kimutatható. Egyre többen szenvednek valamilyen vesebetegségben. Világszerte már csaknem 500 millió, hazánkban 7-800 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig mintegy 40-50 ezer embert érint, vagyis népbetegségről van szó. Kialakulásában komoly rizikótényezők az időskor, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az elhízás, illetve a vele született vesebetegségek. Kellő időben felismerve ezeket azonban egyensúlyban tarthatóak. Emellett 8 alapszabályt is be kell tartanunk. Mozogjunk sokat, legyünk fittek, mindenképpen méressük a vérnyomásunkat, amennyiben cukorbetegek vagyunk, rendszeresen méressük a vércukorértékünket, fogyasszunk elegendő folyadékot, napi 2-2,5 liter vizet kellene fogyasztanunk, ne dohányozunk, étkezünk egészségesen, kerüljük az elhízást, a túlsúlyt, mindenképpen oda kell figyelni, hogy olyan gyógyszereket, ami nem vényre kapható gyógyszerek, és a vesére is hatnak, főleg a fájdalomcsillapítóra gondolunk, mindenképpen kerüljük. Nem utolsó sorban, akik veszélyeztetettek, tehát az idősek, a magas vérnyomásos, a cukorbetegek, az elhízottak, figyeljenek oda, rendszeresen szűrésen vegyenek részt. A főorvos előadásában is kiemelte, hogy kellő odafigyeléssel, megelőzéssel és az egészséges életmóddal mindenkinek sokkal nagyobb az esélye arra, hogy egészséges fesével élhessen.